A recept az a régi öregektől, édesanyámtól, nagymamámtól származik. Semmiféle külső dolgot nem teszek bele, ez csak gyümölcs és cukor, egy pici citromsavval, zselésítőanyag és tartósítószer nincs a gyümölcsökben. Csak érett gyümölcsöket használok, és egészséges gyümölcsöket. Amikor behoztuk a epret a kertből, nagyon szép érett eprek, ezeket nagyon alaposan megmostuk, és most megpucoljuk, kettévágjuk. Ezt a zöld levél maradványt, ezt leszedjük róla, és én általában feldarabolom az epret négy felé, és úgy kezdem el feldolgozni. Mikor feldaraboltam, akkor lecukrozom, nagyon kevés cukrot teszek hozzá, és citromsavat. Most a citromsavnak az a szerepe, hogy megtartsa az eper színét, és az aromáját kihozza, hát a cukor pedig ízfokozó és tartósító. A lekvárfőzés régen azért volt fontos, mert nem volt lehetőség arra, hogy más módon tárolják. Hát most meg szintén azért fontos, mert szeretjük is, meg hát csak a tárolás az így könnyebben megoldott, mint hogyha fagyasztóládába tesszük. És én személy szerint nem is szeretem nagyon a fagyasztott gyümölcsöket, mert lekvár formájában ízletesebb. Természetesen az eper, szeder, fekete divizli, ezek a klasszikus lekvárok, ezek keresettek, de azt tudom mondani, hogy a málna az a vezető lekvár, azt viszik a legtöbben. A epret elkészítettük, és most lecukrozzuk. Ez egy kiló eper, és 30 dekat cukrot teszünk rá körülbelül, nem teszünk sokat. Erre most még azért teszünk ennyit is, mert még most egy nagyon friss eper, még nem az a nagyon nyári eper. És akkor összekeverjük, és citromsavat teszünk még rá. Már mondottam, hogy a citromsav miért fontos. Körülbelül egy kis kanálnyi, másfél kanálnyi citromsavat. Ezt 24 óráig, elég kevesebb idő is, hagyjuk állni, és ez levet enged, azt a levet leszűrjük, és abból szörpöt is készíthetünk, és elkezdjük főzni a lekvárunkat, és amennyiben igényli még, hogy töltsünk hozzá levet, akkor töltünk hozzá, hogy ne legyen túl sűrű a lekvár. És addig főzzük, amíg ez el nem kezd zselésedni. A habot mindenképpen le kell róla főni, mert attól fog megromlani, hogyha a hab marad rajta. Mert a gyümölcs az tele van gyümölcsfehérjével, és attól romlik meg, hogyha nincs rendesen lefőzve. Nincs benne Gemfix, és a végén sem kerül bele tartósítószer sem. Teljesen naturálisan készül. Hát ez a lekvár, ez már majdnem kész állapotban van. Még egy pár percet főzzük, és akkor készen is lesz. Ezt onnan tudom, hogy készen van, hogy abszolút nem habzik, és a sűrűsége is megfelelő, és hogyha ezt tovább főzzük, akkor ez már nagyon sűrű lesz. Szóval ez pont így jó. Nagyon fontos, hogy én szoktam benne hagyni eperdarabokat is. Én nem passzírozom teljesen szét, van, aki teljesen szétpasszírozza, én csak annyira, amennyire a főzéssel szétmegy. És ami benne marad, ilyen nagyobb darabok, az benne marad, és szerintem az attól kellemes. Miután megfőztük a lekvárunkat, természetesen sterilizált üvegekbe töltjük, amit én sütőbe szoktam sterilizálni az üvegeket, de lehet kifőzni is, és teljesen új kupakokat használunk hozzá. Az üveget az teljesen teletöltöm, ameddig csak lehet, hogy minél kevesebb levegő szoruljon a lekvár és a kupak közé, mert az is meggátolja, hogy romoljon a gyümölcs. És miután teletöltöttük, fejjel lefelé fordítjuk, és vagy kihűlésig, de elég neki 5 pár perc, amíg ez a kupak ráhúzódik teljesen az üvegre, légmentesen lezár, és ezzel tartósítjuk is a lekvárunkat. Van most már egy tündéri unokám, egy 7,5 éves kisunokám, aki nagyon sokat segít nekem begyűjteni, megpucolni, címkézni az üvegeket, tehát remélem, hogy ez majd tradicionálisan folytatódik ő általa. Thank you.